A védikus irodalom, India ősi irodalma úgy nevezi ezt a világot, mint Isten alsóbbrendű energiája. Szóval Isten teremtésének fogadja el ezt a világot, de azt mondja, hogy ehhez képest létezik egy magasabb rendű világ, vagy egy lelki világ, ahol Isten személyesen létezik, és ez a világ, annak a tökéletes világnak egyféle tükörképe, nem tökéletes tükörképe. De mivel ezt is Isten hozta létre, ennek is megvan a maga törvényrendszere. És ha már mi, mint lelkek, itt élünk ebben a világban, akkor meg kell tanulnunk összhangban élni Isten törvényeivel. Az ember kétféleképp viszonyulhat a természethez. Vagy használja egy megfelelő módon, úgyhogy az a lelki felemelkedését segítse, vagy pedig kihasználja a természetet, és akkor tönkreteszi a saját létfeltételeit. Végső soron a védikus irodalom egy olyan útmutató, amely azt magyarázza el, hogy az embernek hogy kell úgy élnie, hogy ebben a világban elégedett lehessen, összhangban legyen azzal, ahogy a természet működik, és végül élete végén visszajusson a tökéletes lelki világba.